Idén önök is beszálltak a Magyarország legszebb birtoka verseny támogatói körébe. Miért döntöttek most így? Amikor Mátra úr megkeresett minket, akkor nehéz volt nemet mondani, hiszen az a kategória, amit most már a Kite fémrez, nevezetesen a precízus gazdálkodás kategóriája, igen közel áll a céghez, és közel a szívünkhöz is, hiszen elmondhatjuk, hogy a Kite volt az első, aki ennek a termés technikusát Magyarországra behozta, és úgy gondolom, hogy nem csak úttörője, további fejlesztője is magának a precízus gazdálkodás technológiának az elterjesztésének. Manapság nagyon sokat hallani a precíziós gazdálkodásról, de vajon mennyire követik a magyar gazdálkodók ezt a lehetőséget? Mert hogy ez egy lehetőség arra, hogy jobban gazdálkodjanak. Egyre inkább jellemző ez. Azt kell mondjam, hogy most már mérettől függetlenül a kisebb gazdaságban, sőt az egyéni gazdálkodók esetében is megjelenik a precíziós gazdálkodás, nem is teljes egészében, de a technológia egyes elemeiben, és hogy látják, hogy maga a technológia, illetve ezek az egyes elemek valóban többlethozammal, költség megtakarítással, vagy egyáltalán valamilyen hatékonyság növekedéssel járnak, egyre inkább érzik szívügyüknek, hogy a jövőben használják ezt a technológia adta lehetőséget. Mennyire kellett ehhez generációváltás? Tehát az idősebbek is nyitottak erre a technológiára, vagy muszáj volt egy generációváltásnak végbe menni? A generációváltás nyilvánvalóan segít ezen a helyzeten, de úgy gondolom, hogy az idősebb korosztály is nyitott erre, és egyre inkább nyitottá válik, hiszen a mai gépekben, berendezésekben, a mai IT környezetben nem tehetnek mást, hogyha nem szeretnének lemaradni.